Én is szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet. Nyilvánvaló, mi is elkezdjük az idényt, és nem is akárhogyan, hiszen azt gondolom, hogy ez a május 1-i idényító, azt hiszem, hogy nagyon emlékezetes lesz. Most már harmadik éve rendezzük meg. Próbáljuk közelebb hozni az autósportot, a repülősportot a szurkolókhoz, és azt gondolom, hogy ez igazán méltán népszerűsíti egyrészt szép fővárosunkat, és másrészt pedig ezt a szép sportágat. És idén nem csak ezzel, hanem több olyan rendezvénnyel bővül a Hungaroring repertoárja, ami méltán segít a hazai turizmusban, annak a fellendülésében, hiszen egyre többen látogatnak akár a fővárosban ilyen események kapcsán is. Úgyhogy május 1-én a nagy futam az, ami kapcsán most itt vagyunk, és rendhagyó módon két Forma 1-es csapat is elfogadta a meghívásunkat, úgyhogy tényleg egy nagyon különleges street parádét láthatunk május 1-én. Fölfűzve rá természetesen a hétvégi VTCC futamot Norbival, remélhetőleg a főszerepben, hiszen láttuk azt, hogy az idényitó elég jól ment, kis előnyt adott a többieknek, de szemmel láthatóan nagyon jó formában van ő is, meg az autója is. Ugye a rajtrács végéről indulva a 6. és a 7. helyet szerezte meg Norbi. Így van. És a május 1 egy kicsit fölvezetője annak is, hogy a Hungaroring a Forma 1 után egy másik nagy világeseményt is meg fog rendezni idén és remélhetőleg 3 éven keresztül, hiszen Budapest és a Hungaroring házigazdája lesz a repülősónak, a Red Bull Air Race-nek. Ez egy fantasztikus világsorozat, és belekerültünk a világbajnokság naptárába, ez július 4-én, 5-én lesz. És szokásunkhoz híven ugye július utolsó hétvégén a Formula 1-es versenyt fogjuk rendezni, majd szeptember 4-én, 5-én pedig a kamionos fiúk látogatnak el a Hungaroringre, remélhetőleg nem szedik szét a pályát, viszont rengeteg nézőt ki fognak hozni, és szurkolhatnak a magyar pilótáknak. Úgyhogy nagyon mozgalmas és nagyon jó év elé nézhetünk, hála Istennek, és bízunk benne, hogy a szurkolók nagy örömére lesz ez. A hátsó sorokban ülők kedvéért mondom el, hogy a kamionos résznél Gyulai Zsolt és Kis Norbi, Európa bajnokunk, kamionerő Európa bajnokunk cinkosan össze kacsintott, jelentsen ez bármit is. Természetesen kérdésfeltevésre majd még lesz lehetőség. Nagyon szépen köszönjük ennek vezérigazgató úr, és akkor vezérőr nagyúrhoz fordulok, Hunszavó István úrhoz. Hogyan, milyen formában érintett a rendezvények során, vagy a rendezvényekben a HM? Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Én azt gondolom, nagyon nagy örömmel vette a honvédelmi miniszter és személyesen Hende Csaba miniszter úr a megkeresést, amikor először szót váltott elnök úr vele erről a témáról. Én azt gondolom, hogy rendkívül beleillik a mi profilunkba. Mind a két eseményen nagyon szívesen és nagyon örömmel veszünk részt. Május 1-én is ott vagyunk ezen a beharangozó rendezvényen. Május 1-én egy látványos kis szösszenettel készültünk. Tehát a honvédelmi miniszterem és az ember a magyar honvédség vesz részt a május 1-i kis mozzanatban. A 86. szolnok helikopterbázis helikoptere fog repülő sót mutatni. A helikopter fedélzetén 5 fő ejtőernyős fog tartózkodni, és ezek az ejtőernyősök 1000 méter magasból célbaugrást fognak végrehajtani a Dunán fölállított, két helyen fölállított pontomra, fixen rögzített pontomra, tehát célbaugrást fognak végrehajtani. Természetesen 100%-ig biztosak vagyunk abban, hogy ráugranak a pontokra, de azért nyilván készülünk arra is, hogy esetleg kedvük talán egy kis fürdéshez, így minden egyes ejtőernyőshöz lebiztosított roham csónakkal nyilván a mentés végre fogjuk tudni hajtani. Május 1-i beharangozásnál én azt gondolom, hogy a kis megmozdulás teljesen fogja reprezentálni a magyar honvédség, illetve a honvédelmi minisztérium részvételét. Hát a fő versenyen a Red Bull Air Race-en pedig az a szerencsés helyzetbe kerültünk, hogy kaptunk mind a két nap fél órás program lehetőséget. Ebben a fél órában szeretném megmutatni a magyar honvédség szárazföldi és légierejének mostani jelenlegi képességeit. Egy olyan tartalmas programot fogunk összeállítani, amely nyilván méltón és méltán fogja képviselni a magyar honvédséget. Azért itt el lehet árulni, hogy a büszkeségünket is szeretnénk bemutatni, a Gripen repülőgépet is szeretnénk bemutatni. Természetesen mind a két napra és mind a két eseményre szeretném fölhívni a figyelmet, hogy mivel levegőben tartózkodunk, és a levegőben való mozgásnál az időjárás rendkívül befolyásoló, tehát ezekről, amiként beszéltem, időjárás függőek. Tehát nyilván, ha az időjárás nem teszi lehetővé, akkor a légi bemutató esetleg korlátozásra kerülhet. Tehát így kérem, hogy tehát ezt így kell valamilyen szinten kezelni, mert időjárás függ ez a program. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a lehetőséget,
nagyon nagy örömmel és tisztelettel veszünk részt ebben a programban. Nagyon szépen.